március 15-től a kizárólag munkáltatóktól származó jövedelemmel rendelkezők megnézhetik a saját adóbevallás tervezetüket az ügyfélkapun keresztül. A NAV honlapján erre a figyelemfelkeltő zöld sávra kattintva érhető el a dokumentum, amelyet az ügyfél akár módosíthat is az elektronikus felületen keresztül, amennyiben eltérést tapasztal. Mégis több százan keresik fel naponta a NAV szombathelyi ügyfélszolgálatát a bevallásukra vonatkozó kérdésekkel. Az adózóknak csak annyi lenne a dolguk, hogy ezt a tervezetet összehasonlítsák a kifizetőktől kapott papírokkal, igazolásokkal, és ha azon minden egyezik, akkor igazából őnekik nem kell tenniük semmit. A tervezetet nem kell visszaküldeniük, semmi dolguk nincsen, május 22-vel ez az ő elfogadott bevallásuk lesz. Eltérés mutatkozhat, ha valaki nem jelezte a munkáltatója felé az őt megillető kedvezményeket, például a családi adókedvezményt, leggyakrabban ezt tapasztalják a szakemberek. Több ügyfélnél kérdésként merült fel, hogy miért kapta meg postán a bevallás tervezetét, pedig nem is kérte. A NAV azoknak küldte ki a dokumentumot, akiknek fizetendő vagy visszajáró adójuk van. Akinek fizetendő adója van, ő rendelkezhet róla, hogy maximum hat havi pótlékmentes részletet kérhet rá. Ezt egy kiegészítő nyilatkozat visszaküldésével jelezhette az adóhivatal felé. Illetve megkapták postán azok is, akik kettő vagy több önkéntes pénztár felé számoltak el, és hogy hova kérik a visszautalást ott is. Egy egyszerű regisztrációval még most sem késő ügyfélkaput nyitni, hiszen így a legkönnyebb átnézni, elfogadni vagy akár kiegészíteni a bevallás tervezetet, sőt, még az 1+1%-ról dönteni is itt lehet a leggyorsabban. Aki mégis elakad az elektronikus ügyintézésben, az adóhivatal szombathelyi ügyfélszolgálata május 22-éig meghosszabbított nyitvatartással hétfőtől péntekig 18 óráig áll rendelkezésre.